Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Háspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Hello, sziasztok! Tóth Krisztián vagyok, olimpiai bronzérmes judós. Bemutatnánk nektek most a harmadik részben, áprilisban a küzdősportcentrumunkat. Menjünk be! Kíváncsi leszek, ha sem úgy jöttem ennyi változások szívesre lenni, hogy én egy hónappal ezelőtt itt voltam. Hát mivel két napja voltam, itt nagyon kíváncsi leszek a beltéri részekre, amiket most éppen felültöttek és éppen csinálnak egyaránt a judó résznél is, illetve a karate résznél is, úgyhogy meglátjuk mindjárt. Képzeld el, kis információ számodra, hogy ugye itt zöld terület lesz, mellette térkőburkolat, és a tető is zöld lesz, ugye a különböző szabványok miatt, vagy szabályok miatt, és olimpikon birkózóval kell tisztelni nekünk, hogy kívül tervezi. Olimpiai birkózó. Az nagyon jó. Kíváncsi leszek majd a jövő hónapban, hogy hát addig a kézes meg tudjuk majd nézni. Én is. Neked is szerintem rettentően sok lesz a változás, mert nekem is az is, én ugye múlt hónapban is voltam. Ugye az már kapásból látható, hogy a válaszfalak nagyjából felhúzták, de már gondolom csak virágzárók fognak kerülni. Ugye a fődélmelegségben kijött, megcsinálták most már a korlátokat is, be is van burkolva, látható ott a kézegyakot is, vagy az is még egy feltételezem, egy gipszkarton burkolatot kap, aztán nagyjából festik is. Úgyhogy most már azért el van parcellázva a terület. Ugye mondjuk még egyszer a kedves nézőknek, hogy itt lesz egy közös konditermünk. Amiért harcolni fogunk. Igen. De azt majd mi nyerjük, ha mindegy. Itt lesz ugye a judó, és fent lesz a karate. Azért, hogyha így körbe megy már a kamera, látható az, hogy az öltöző és a vizes blokkok bejárata is már nagyjából megvannak. De hát nekem a vállalkozásomat javába felülmúlt. Én azt hittem, hogy esztétikailag nem fogunk ekkora különbséget látni az elmúlt hónaphoz képest, de nekem nagyon-nagyon tetszik. Megrendelték már a nyilászárókat, azok is nem sok erre beépítésre kerülnek. Haza. Nagyon. És ezért említsük meg a sportdiagnosztikai részt, illetve a recepciót is, ahol majd az emberek, vagy a szülők tudnak majd várni a kis gyerekekre, vagy ahol mi tudunk majd kávézni egy külön büfénél. Úgyhogy igen, nagyon sok az esztétikai változás, és nagyon tetszik tényleg. Az előző adásban sajnos nem tudtam részt venni, de tényleg most jól vagy már a különbség is. És nagyon remélem, és úgy néz ki, hogy tényleg szeptembertől már új terővel tudunk majd itt kezdeni. Úgyhogy tényleg a munkások kitesznek magukért nagyon, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szép. És akkor szerintem menjünk be a judóterembe, és nézzük meg akkor, hogy itt most mi lesz, hogy hol tartunk. Hát ugye ez lesz, amit tenni, mondjuk ez az ajzat még egy szolidan kemény lesz az, hogy itt dobáljuk egymást. Úgyhogy lehet, hogy ide azt fogjuk csinálni, hogy kérjünk majd karatészukékat, és akkor ti estek, mi meg csak dobálunk, ahhoz mit szólsz? Hát figyelj, benne vagyunk. Szeretünk tompítani. Ez azért kibírnátok egyes nélkül. Persze. Karatésok vagyunk, küzdősportot csinálunk együtt. De igen, hát figyelj, neked lehet nem, de nekem nagyon sok a változás tényleg, és az is látszik, hogy a tűzvédelmi előírásoknak be fogunk felelni, mert itt vannak a rózsaszín kartonok, de ezt nem is értem, hogy miért rózsaszín, miért nem kék. Kékfehér, nem? Kékfehér, igen. Hát de igen, tényleg. Úgyhogy nagyon-nagyon szép, és azért elég nagy terület. Ugyanígy, ahhoz képest, hogy be van itt terítve, most nagyon sok gipszkartonnal, illetve ezekkel a felszerelésekkel azért még így is nagyon soknak tűnik. Eltévedtünk. De most, hogy kikeveredtünk ebből a labirintusból, menjünk fel és nézzük meg a karatésokat. Nézzük a karatésokat. Nézzük meg a karatésokat, lehet már fent rugdalóznak. Váradnál, hogy milyen lesz a tiétek? Kíváncsi vagy?
két hónap után nagyon várom. Kíváncsi leszek az, hogy fog kinézni. Biztos sok lesz a változás egyaránt esztétikailag is, egyaránt már a munkálatokban is, úgyhogy nézzük. Na, ahogy látom, meg is érkeztünk a karatésoknak a szentélyébe. Dimenziót ugrottunk. Persze. Hát ez tényleg eléggé modernizálva lett ahhoz képest, ahol itt voltam két hónappal ezelőtt. Természetesen nálunk is vannak vizes blokkok, hogy ne nálatok. Kelljen fürödni? Persze, fürödni együtt. Együtt az a semmi. Amit amúgy te nem vettél még észre szerintem, vagy hát gondolom, hogy ugye meg lett erősítve a tetőszerkezet pontosan azért, mert modernizálták egy kicsit a terveket, és napkollektorok lesznek felhelyezve. És ahogy mondták, már kész is van. Ahogy mondták, már kész is van? Igaz, igazad van. Úgyhogy már az energiával nem lesz probléma. Igen. Ahogy itt azért sétálunk, itt a területen azért így még nagyobbnak hat. Tehát amikor szélről nézed, azt mondod, hogy igen, nagy, hogy így körbe sétálgatunk, hogy az előtt visztánsz. Igen, nagyon teszik, nagyon jó lesz. Tényleg az ahhoz, hogy ki lehessen alakítani egy olyan rész, egy olyan helyzetet nekünk, hogy tényleg egy olyan helyen tudjunk edzőre, meg tudjuk teremteni azt, mint egy versenykörülmény. Szerintem az is nagyon fontos, úgyhogy ez nálatok is lehetséges lesz, meg nálunk is. Úgyhogy most már nem kell beszorulnunk ilyen kis helyekre, hanem tényleg tudunk úgy edzeni, hogy mi szeretnénk, úgyhogy ez tényleg nagyon szép. Egy kicsit irigykedek azért, hogy nektek szerintem több fényetek lesz, mint nekünk. Igen, igen. Már most azért eléggé felhős idő van, és azért ez is egy normálisan belátható tér, persze. Tehát az, hogy nekünk lent van, az kicsit így összejön, mi a terepbe. Nem, persze, cserélünk néha. Azt akartam mondani, hogy cserebelünk. Persze. Na, menjünk tovább akkor a mi vizes blokkainkhoz is, öltözőinkhez, és aztán menjünk fel a másodikra. Menjünk rendhagyók, és menjünk arra, mert még nem mentünk át. Rendben. Teljesen ideig fog kijönni a szőnyegetek, ha jól tudom. Igen, igen, igen. Azért igen. Ez egy kezelhető terület. Kezelhető lesz. Főleg bizonsági sávval, tatamikkal, versenyfelülettel. Szóval igen, menjünk csak előre nyugodtan. Én túl sokat fogok járni. Itt most te vagy az én vendégem, azért igen. Engedlek előre, tudod. Vagy hogy én kapjam a pufont. Igen. Ahogy látszik, ez szerintem pont egy vendégöltöző lesz. Nagyon szép a kialakítása. A fürdő is elég nagy, de csak egy a sok közül. A csövek már be vannak rakva, vízvezeték. Ez már tényleg arra vár csak az, hogy beteljék és lefessék. Úgyhogy kapva egy burkolatot, azt jól hiszetek. Hamarosan már tényleg az van, hogy lassan már itt töltözhetünk, úgyhogy nagyon várjuk már tényleg ezt a pillanatot. Szoktatok kötelet mászni? Szoktunk, igen, de nem olyan gyakran, mint ti. Hát gondolom azért nyilván nektek is kell fogás, de azért nem persze a fogás. Mert dobásokhoz. Igen, azt mondom, hogy ti kis sűrűen dobtok, egy kézzel dobhattok? Egy kézzel dobhatunk, csak kis igen. Kis sűrűt és végig kell kísérni, ugye? Hát igen, de általában ugyanazzal kell végig kísérni, mint amivel dobsz. És aztán fél is ki kell végezni. Igen, és a másik kézzel meg kivégzem. Adok neki egy harapkirit. Hát ugye feljöttünk a második szintre. Ez a létesítmény. Sajnos sötét van, úgyhogy nem tudjuk megmutatni, és azért... Itt lesz egy tárgyaló még, ami szintén biztos elég hasznos lesz arra, hogyha vendégeket vagy különböző klubok tagjait fogadjuk egy közös edzésre, akkor biztos meg tudjuk beszélni majd azt a fajta dolgot, ami mindenkinek a fejlődését igényli. Hát figyelj, szerintem már a nézőknek mindent bemutattunk. Igen, a létesítményből, úgyhogy szerintem... Találkozunk egy hónap múlva. Sziasztok! Sziasztok!